2015. december 10-én az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézetben tartott évzáró rendezvényt a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány. Az eseményen beszámoltak az idén a rendelőintézet számára mintegy 1.833.000 forint értékben vásárolt új orvosi eszközökről. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ adott otthon december 10-én a dr. Gémesi György polgármesterről szóló könyv dedikálással egybekötött bemutató eseményének. A rendezvényen Radnóti László sportújságíró beszélgetett a műszerzőjével, Serényi Péter újságíróval, valamint a polgármesterrel. December 11-én adták át a 36 millió forintból felépült új ravatalozó Domonyban. Az épület illeszkedik a község falusias környezetébe. A tervezők, illetve a kivitelezők törekedtek a megvalósítás során a természetes anyagok és a megfelelő színvilág használatára. Immár negyedik alkalommal szervezte meg az adventi adománygyűjtést Kartalon a Szent Erzsébet Karitás csoport. Az akcióra ebben az évben is rengeteg felajánlás érkezett. A helyi egyházközség híveinek adományai mellett többek között a kartali gyerekek is részt vettek a gyűjtésben.